Megjött a főbűnös! Ez a néni, ez a főbűnös, mert valamikor fölmert venni családjával együtt devizahitelt, amit többszörösen visszafizetett, illetőleg most ki akarják lakoltatni a lakásából, 93 évesen. Kettő, az már nem beszámít. Tessék mondani, tudna hova menni, hogy ki kéne menni a lakásból? Nem? Ez 64 óta kaptuk ezt a lakást. A néninek egyébként, a férje, aki már pár évvel ezelőtt meghalt, ő ezen a kapitányságon rendőr volt. 26 évig. Kasziba Károly. Még van, aki a nevére emlékszik most is. Meg még kolléga is van. Kell az idegeneknek, biztos. Ott mászkál bent a kopasz. Azt kell leütni a kubanyát. Annak. Hadinak. Ne haragudjon, ez már milyen kérdés, itt most nem arról van szó, meg nem az a kérdés, hogy el tudná menni, minek kell kiköltöznie. Ne tegyen fel ilyen kérdéseket. Bocsánat, szerintem teljesen helytálló kérdés. Mi az oka, hogy talán ki akarják lakoltatni? Teljesen helytálló kérdés. És hol tudna menni? Nem tudom, ez mi a probléma például. De korábban megbeszéltük, nincs hová menni. Unokája és altérhetője. Mire szeretnél fölvenni a lakadat? Béla, zárj be, légy szíves. Mi az, hogy mire akarnak fölvenni? Nem ő vette föl a hitelt, aki a vette föl. Annak idején a hitelt. Aki tavaly elmúlt. De nem hozzád szóltam, bocsánat. Jó, én a nénivel beszélgetek. El tetszik árulni, vagy? Nem nyilatkozol. Majd én nyilatkozok, én vagyok a megbízottja. Menjünk be, jó, menjünk be. Még egyszer a sajtónak elszer, kérek egy mikrofon. István, hangos, kérdés. Bocsátok meg, szóljál előtt, ez egy jó meg, hogy bekapcsolódik. Figyelmet kérnék, itt az ablaknál némi probléma adályosság fölmerül. Szeretném tájékoztatni a sajtót, hogy annak az olyan kérdéseknek, hogy hová tud menni ez a néni, annak semmi jelentősége. Azért nincs jelentősége, mert kisem kellene költöztetni. Tehát nem arról van szó, hogy tud valahova menni, vagy nem tud valahova menni, az ennek a néninek 50-valahány év után egy olyan óriási probléma lenne, hogy egy másik közeget, egy másik környezetet megszökjön, hogy lehet, hogy a halálához vezetne. Mielőtt, de lehet, hogy még élne 4-5 évig, mint az anyukája 96 éves korában halt meg. Úgyhogy arra kérem a sajtót tisztelettel, hogy ha már ide jöttek és megpróbálnak hitelesen tájékoztatni, a valóságot próbálják meg felvázolni, de a hölgy, a néni, illetve az unokáit megbíztak engem a képviselettel, úgyhogy a sajtót arra kérem, hogy neked tegyék fel a kérdéseket.